Igen, nyugtassa meg, igen, egy Fidesz aktivista a hölgyet, hogy minden rendben van. Így van, és a Budapest bankját követten a sor, látom újra a fideszesek érkeztek. De ezt hangosan tesem el, hogy eljött. Mindenki. Nem szívja senki. Nem szívja senki. Nem szívja. Miért a bankokat szívjuk? Ki kell hívni a vezérigazgatót és nekünk sem. Azért vagyunk itt. Azért vagyunk itt, azt várjuk, hogy kijöjjük. Azt mondják, azért állunk sorra. Nem tudom, hogy ez nyerzte bankból is, hogy a vételőnek kifele. Én nagyon évek óta akarok felülni. Örüljön neki, ha nem tudod fölvenni, ezért megrohadhat a Budapest Bank, meg a kormányát az összes társaság, amiért az emberek pénzét lenyúlják, csalnak, lopnak, hazudnak. És minden bankárul oda menjen, ahova való. Magyarországtól fogva mindenki, aki ezt a helyzetet bele rögte az embereknek az életében. Mert nem mi tehetünk róla, magyar állampolgárok, a magyar állampolgárok semmiről nem tehetünk, a gazdasági válságot ezért okozták ki, hogy a bankár urak és a hatalma levő urak éljék ki a nagy vágyaikat a mi helyzetünknek a rovására. Mi nekünk az élethelyzetünk lelomlott, mi nekünk az élethelyzetünk szarámet, mi nekünk se pénzünk, se életünk, se házunk, se vagyonunk, azért, mert a bankárulat meggazdagodtak. Köszönöm szépen! Soha beszél a pénzeket! Tudom, így év alatt, de rohadtul elhatták, elhatották, hogy mindenki volt hatalmon, 24 év hibája!